De az, hogy kis településeken is nem értek egyet. Mert nagyon egyszerű, hogyha önök azt gondolják, hogy itt rengeteg pénz megy a képviselők tiszteletdíjára, egyrészt ez nem igaz. Mert nagyon sokan nem vesznek fel tiszteletdíjat, akik felvesznek, sokszor odaadják valamilyen adományként, de hogyha mégis úgy gondolják, hogy sokat vesznek fel, elég lenne az önkormányzati törvénybe meghatározni azt, hogy adott esetben mi az a maximum 1-2-3-4 ezer forint, amit az ilyen kis településeken felvehetnek a képviselők, és mindjárt megoldanánk azt a hatalmas költséget, ami szerintem nem éri el a 100 milliót se talán a kis települések tekintetében, ami kiadásra kerül. Nos, én úgy gondolom, hogy elsősorban talán a képviselő jogállásról kellene még beszélni és elgondolkodni, hogy amikor itt most csak ilyen fűnyíró elvszerűen, vagy hát nem is fűnyíró elvszerűen, hanem elég érdekes módon csökkentjük a képviselők számát, akkor miért nem foglalkozunk azzal, hogy hát az önkormányzati képviselők valóban mit csinálnak az önkormányzatokban? Milyen munkarendjük van? Mi a jogállás? Milyen kötelezettségeik vannak? Mik a felelősségeik? Hát erről kellene beszélni, mert valóban, ezt is Ivádi Gábor képviselőtársam mondta, hogy az emberek elsősorban azzal nem értenek egyet, hogy valaki képviselőként semmilyen munkát ne folytasson, akármilyen testületben is legyen. Ezen kellene változtatni, és minél gyorsabban, és akkor teljesen máshogy gondolkodnának a helyi településeknek a lakói is a képviselőkről. De lehetne gondolkodni a képviselőknek a továbbképzéséről. Például a kis településeken. Miért nem ezzel foglalkozunk? Mert ez az egyik óriási nagy baj. Kis településeken gyenge az értelmiség jelenléte, egyértelmű, és bizony születnek olyan döntések, hogy az ember haja szála is égnek áll adott esetben. De ez sokszor azért van, mert valóban adott esetben nem értenek. De csak egy kis továbbképzést hajtana végre mondjuk a magyar állam, vagy ilyen törvényeket hozna, ilyen törvényi rendelkezéseket, másokat változhatna a munka az önkormányzatokban. De szerintem még az sem lenne a rendkívüli eretnek dolog, hogyha valamilyen feltételrendszerhez is kötnénk azt, hogy valaki képviselő lehessen adott esetben. Tehát nem árt, hogyha mondjuk írni-olvasni tud, azért ezt szögezzük le. De most ilyen pillanatban nem kell, hogy írni-olvasni tudjon ahhoz, hogy képviselő legyen valaki. Nos, a adatok a kis településeknél, hogyha én most megnézem, hogy mik az eddigi rendszernek a számai, akkor azt látom, hogy 100 lakosig 3 fő, 600 lakosig 5 fő, 1300 lakosig 7 fő, 3000 lakosig 9 fő, 5000-ig 11, 10000-ig 13 fő volt a képviselők száma. Most nézzük, mi az új javaslat. 100 lakosig 2, 1000-ig 4, 5000-ig 6, 10000-ig 8. Hát ez az új javaslat, ez tényleg nagyon szép katonás. Ezt el kell ismerni, ilyen szép kerek számokat nem is lehetne jobban kitalálni. De vajon az előző 94-es törvényben miért hoztak akkor ilyen számokat, hogy 600, 1300, meg 1300, miért ezekhez kötötték? Miért nem 1868 mondjuk a lakosok száma, és ott lett volna mondjuk 9 képviselő? Megmondom, hogy miért. Nagyon egyszerű az ok. Azért, mert ez sokkal jobban igazodik a magyar település szerkezethez. Ilyen egyszerű. A magyar település szerkezet nem úgy alakult ki, hogy 100, 1000, 5000 és 10000 fő. Ez, hogyha megnézik, akkor annak idején statisztikákat is használtak, hogy mégis nagyjából hogy legyen ez a választási rendszer, és ez jött ki, mert ez alkalmazkodik a település szerkezethez, mondom még egyszer. Nos, még egy gondolat a kis lista és a nagy listával kapcsolatban. Hát, kérem szépen, hogyha ezt megszüntetjük, mit fog jelenteni a megyék tekintetében? Nagyon egyszerű. Gyakorlatilag azokból a városokból fognak kikerülni a képviselők, amelyek a legtöbb lakosúak az adott megyébe. Teljesen logikus, hogy Heves megyébe a 31 néhány ezer lakosú Gyöngyös városa fogja eldönteni gyakorlatilag, hogy kik legyenek a képviselők, mert ott teljesen logikus, hogy a gyöngyösiek nagy részt lehetőleg a saját helyi képviselőikre fognak szavazni, nem pedig adott esetben mondjuk tiszonánai jelöltre, vagy mondhatnék bármilyen sokkal kisebb települést. Ez a 15 képviselő, aki megmaradt Heves megyébe, állítom, hogy Gyöngyösről fog kikerülni, esetleg 1-2-60-i még bele fog férni talán a képviseletbe. És a kis településekről gyakorlatilag esetleg 1-2 valahogy a listán ott majd azért még helyet kap, de hát nagyon nem, mert hát ők annyira nem lesznek ismertek természetesen. Nos,
Hát nem tudom, hogy ez a cél, de a jelenlegi tervezet szerint mindenképp így fog ez működni. Nos, tehát summa summarum, a megyei önkormányzatokba, ugyebár nagyrészt csak városi képviselők fognak ülni, a kis településeken jóval kevesebb képviselő lesz, mondhatnám a saját egyik kis falvonat Aldebrőt, ahol mondjuk a mostani 7-ről 4-re fog lecsökkenni. Mit jelent ez az én olvasatomban? Az én olvasatomban azt jelenti, hogy bár a Fidesznek a programjába a vidékfejlesztés prioritásként szerepel, és ez egy nagyon szép szólam, de az első törvény, amit meghozunk, nem más, mint hogy elveszük a képviselőit a településeknek, megyei önkormányzatokba lehetőleg be sem juttatjuk ezeket a képviselőket. Hát kérem szépen, az elmúlt 8 évben az MSZP elvette a kis településektől az iskolákat, elvette a postákat, elvette a közbiztonságot is, hogyha így fogalmaznék, sok mindent elvette, de leginkább a hitüket vette az embereknek. Önök, hogyha ezt így megszavazzák, akkor most a képviselőket veszik el. Kérem szépen, én azt szeretném, hogyha a falurombolásnak az eddigi üteme nem folytatódna a Fidesz kormányzás idején is, és gyakorlatilag az, hogy elsorvasztotta az MSZP a falvakat Magyarországon, nem pecsételni meg politikailag a Fidesz azzal, hogy sokkal kevesebb képviselőt, és ezáltal sokkal kisebb politikai erőt képviseljenek majd a helyi kis települések a magyar közéletbe. Gondolják át még egyszer ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőtársam.